Nézze, a munka kapcsolat szintjén nyilvánvaló, hogy a határozott közép-európai álláspont és a bizottsági tisztviselők hozzáállása az egymással összefüggésben van. Tehát mindenhol azt tapasztalom, hogy az Európai Bizottság legalacsonyabb szintű tisztviselőitől a legmagasabb szintű tisztviselőkig nem fair és nem méltányos eljárást alkalmaznak azokkal szemben, akik kimerik nyitni a szájukat. Ez nem csak Magyarországra vonatkozik, félreértésnehesség, más országok is megkapják a magukra osztását. Érzésem arra irányulna, hogy várnak, vagy számítanak-e arra, hogy új kötelezettségszegési eljárások indulnak meg Magyarországon? Erről nincsen tudomásom, inkább arra számítok, hogy folyamatban lévő vitás kérdéseket próbál a bizottság élére állítani. Másik kérdésem.